Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Bocs, hogy a Netherből jelentkezek, de a mai részben az Enderman Farm projekttel fogunk foglalkozni, és valószínűleg meg is fogjuk építeni, és be is fogjuk fejezni. Na, még a résznek az elején, az epizódnak az elején leszögezem, hogy ez telefonos verzióban nem fog olyan vagy jól működni, mint a Java Editionben. A Java Editionben nagyon OP dolgokat lehet építeni, vasfarmtól kezdve a Creeper Farming, meg minden hülyeséget. Azért nem hülyeségek, de azért minden jóságot, de itt viszont az Enderman Farm az nem úgy működik, mint a Java Editionben. Bár itt is fog termelni, úgyhogy itt is fel fogjuk tudni javítani a dolgainkat. Úgyhogy tartsatok velem. Csináltam egy újra éledési pontot, hogy legyen. Mert valamikor szükség is lenne rá, hogy itt éledjek újra a Netherben, hogyha valami történik. És igen, ide is már dobtam át puskaport. És srácok, én ide már kezdtem készülődni. Ezek meg kiegészítők. Én igazából mindenből megpróbálok vinni, nem elfelejteni, és azokat fogom használni. És az elitrán már eléggé el van kufa, úgyhogy ez azért kell. Kell elitrázgatni, csak most ezen még nem akarok foglalkozni, hogy én ezt megjavítgatom. Csak az nagyon gáz lenne, hogy eltörne az elitra, és újra kellene keresgélni. És akkor, ha minden igaz, én igazából készen vagyok, tehát hogy nem kell olyan nagyon sok cucc hozzá. Nagyon-nagyon sok videoszkeletont öltem meg, úgyhogy ide be is vágok nektek egy kis jelenetet. Igyekeztem rövidre vágni, ez 1 óra 2 percnek úgy nagyjából egy kis rövidítése. Úgyhogy lássuk. Most mi elnevezzük Sanyinak majd az Ender Mite-unkat, és ugye kell majd Ender Pearl, amit szintén ugyanott tudunk szerezni, hogyha szükség lenne még többre, bár igazából van elég sok az Ender Chestemben. Ezt mondjuk a Netherből gyűjtögettem. Ja, amúgy ezt én a End projektre raktam félre. És ne! Ne, no, én itt már raktam félre névcédulát. Feri a hegyről, no. Srácok, ne. Aha, át lehet. Na mindegy, akkor most igazából csak nem fog egybe sztekkelődni, de... Ó, mit akarok? Most nagyon sok projektem van a Let's Play-emmel, úgyhogy reménykedjünk benne, hogy izgalmasabbá fog válni, mivel elég sok mindent terveztem most. Egy jó pár rész előre be van tervezve, hogy miket fogunk csinálni, amik között ott lesz majd a házunknak az építése és átrendezése, stb. És ugye láthatjátok, hogy itt van 3 Skeleton Horse, tehát egy csontvázló, amiket pontosan ott szereztem, ugye járkált egy, és akkor ugye leidézett többet is. És így srácok, ez nekem nagyon-nagyon kevés, ez így. Tehát, hogy van itt egy ilyen kis farm, ez itt egy ilyen kis búzafarm, ott nő a cukornád,
Itt van egy nedőrportál, egy ház, meg egy csirkefal, meg egy bár. Tehát ez annyira nem összefüggő, annyira nem jó, annyira nem illik, hogy ezt nekem itt át kell építenem, hogy nagyon szépen nézzen ki, több épületet is akár csinálni kellene. A falusiakat mondjuk fel kellene hozni, tehát hogy nagyon jó lett itt ez a kis falusi projektes dolog, de igazából rájöttem, hogy annyira nem ide kellene tervezni a falusiakat. Tehát, hogy a falusiakat én legszívesebben oda felhoznám, és építenénk nekik egy nagyon szép kis házat. Bár ez nem biztos. A másik megoldás az az lenne, hogyha átalakítanánk a házat, úgyhogy itt legyen egy ilyen lejáró, és akkor itt teljesen jó lenne a falusi projekt, meg itt is jó lenne a cukornád farm, csak hogy itt akkor kicsikét tartalmasabbra kell csinálni, mert oké, hogy itt van ez, itt van az enchantoló kis szoba, és ugye itt szemben meg ugye van a slime farmunk, ahova most nem megyek, és akkor állítólag nekünk van egy olyan nether portálunk, ami átvisz minket közelebb az end portálhoz. És elérkeztünk egy ilyen szavannai valamihez, ahova nekünk most nem kellene aludnunk, de szétnézni azért szétnézhetnénk a csesztek között, hogy találunk-e esetleg smaragdot például. Srácok, állítólag itt vagyok. Aha, és már fel is ismerem ezt a tavat. Na és itt azon belül, hogy hol volt? Nem tudom, 39-es koordinátán volt. Azon belül konkrétan hol volt? Ó, ezt én le sem bontottam. Na akkor, go! Na srácok, innen elég sok mindent kilootoltam. Annyira nem voltak értékes dolgok a chestben, de hát azért volt egy-két dolog benne. Úgyhogy jó lenne gyorsan megtalálni azt a portált, ami itt is van. Jó, elitrát be is készítjük. És akkor itt van körülbelül a legtávolabbi pont, ami a legközelebb van. Ezt nagyon jól megmondtam, tudom, de na az a lényeg, hogy itt valahol, várjátok, szedünk egy kis követ, lefolyassunk egy vödör lávát. Ezt sajnos meg kell várni, míg lefolyik, úgyhogy vágok nektek. Nem tudom, srácok, hogy folyik-e még, de én már nagyon nem látom. Nem tudom, hogy teszteljem-e be, mert utána megnehezedne a dolgom, de nézzük. Gyorsan kellene reagálnunk. Így. Nagy kár, valljuk be, nagy kár, mivel ennek működnie kellene, és nem is tudom, hogy miért nem működik. Úgyhogy srácok, hogyha most megbocsátatok nekem, én ezt így lehúzom idáig, és akkor ott van ez egy obszidián lábbakitot, ugye vödörre cseréltem, és kész. Kész ezzel most így nem fogok foglalkozni, hogyha nem működik, nem tudok valamit csinálni. Idáig lejött, és akkor innentől kezdve Survivorben folytatjuk tovább. Tényleg fogalmam sincs, hogy most miért nem működik, ezt pedig még le is teszteltem, és akkor látjátok is, hogy visszaváltottam túlélő módba. És mégiscsak kell ez a sárkő box. Igen, pedig hogyha shiftelek, akkor állítólag nem kellene úgy leraknod a blokkot, ahogy leraktad az előbb. Na jól van, srácok, körülbelül most vagyunk a kettőz, tehát kettőzteknél többet raktam a biztonság kedvéért, és ha jól tudom, egy 7x9-es platformot kell csinálni, Shulkercraft-nak a videójából nézem, bár nem ugyanolyan hatékony lesz ez, mint az. És ugye a középső hármat azt ki kellene hagyni, és még itt is.
Ugye ide fog jönni majd egy dupla chest, és ide, még először is, még mielőtt lenemesek, alakítok ki ide egy ilyen kisebb levél platformot. Ugye itt 1, 2, 3. Igazából ezt a Java Editionben éri meg megcsinálni, tehát hogyha PC-n vagytok, akkor ezt nagyon ajánlom nektek.